A márciusi ifjak idegen uralom alatt álmodták meg Magyarország függetlenségét és megújítását. Ezért szeretnénk egy kicsit mindannyian rájuk hasonlítani. Ezekkel a szavakkal idézte fel az 1848-as események máig ható példáját Pelcné dr. Gál Ildikó, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság és a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja által szervezett brüsszeli március 15-i megemlékezésen. Köszönet az olyan bátor nemzedékeknek is, mint a 48-asok, amely a nemzetért úgy állt ki, hogy szabadságot kiáltott, utcára vonult, pontokba fogalmazta céljait, tárgyalni kezdett a hatalmasokkal, nemzeti kormányt alakított, és hozzáfogott az ország teljes gazdasági, társadalmi és politikai rendszerének átszervezéséhez. Az ő bátorságokat ünnepeljük ma. Beszédében a politikus párhuzamot vonta a 165 évvel ezelőtti forradalmat követő országépítés és a mai helyzetből következő feladatok között. A forradalmi napokban rendíthetetlen munka, erős kormányzás és bátor törvénykezés következett. A szabadság és a függetlenség önmagukba csak jelszavak. Mögöttük felelős kormányzás és alkotmányos rendszerváltás állt. Tisztelt emlékezők! Ma a szabadságért nem idegen katonai csapatokkal, hanem a gúzsba kötő adóssággal, és a nemzeti érdekeinkkel sokszor szemben álló környezettel kell megküzdenünk. Ma az egykori jelszavak, mint összetartás, kitartás és hazaszeretet még mindig, vagy talán még inkább kiemelt jelentőséggel bírnak. Az ünnepség meghívott szónokaként Hatos Pál történész, a Magyar Kulturális Központokat világszerte irányító Balassi Intézet főigazgatója, március 15-e egységet teremtő erejét emelte ki. Március 15-e az egység ünnepe. Annak a fajta szabadságnak, amely egyetemes emberi érték, egyetemes emberi tulajdon, egyetemes emberi vágy, de mégis 1848, vagy Petőfi Sándor csodálatos versei kapcsán azt érezzük, hogy kicsit magyar színe van. Természetesen van ennek német színe, van francia színe, van belga színe is, hiszen az európai forradalmi hullám volt az, amely március 15-ét eredményezte Pesten is. Hatos Pál rámutatott arra is, hogy 1848-ban sem volt teljesen egységes a nemzet. A forradalom számos irányzatot, ahogy fogalmazott, tüzet és vizet egyesített. És példaként Kossuth és Széchenyi, Görgei és Kossuth, Dembinszky és Bem vitáját említette. Hangsúlyozta azonban, hogy március 15-e ennek ellenére az egység jelképeként él a magyarság emlékezetében, és ez bizakodást adhat a jövőre is. Reményünk lehet arra, hogy a nemzet mai küzdelmei, a nemzet mai megosztottságai is egy későbbi időszakban értelmet kapnak. Március 15-e azt gondolom erre példa. Március 15-e és a 48-49-es szabadságharc ugyanis nem áll egymagában. Benne van a pesti fiatalok Petőfiék ifjúsága, rögtönzése, nagyotakarása. Benne van Deák, Kemény és Veselény egészséget rokkantó évtizedes munkája. Benne van Széchenyi magát elemésztő tüze és befelé forduló, befelé gyilkoló szenvedélye, és benne van a máig legsikeresebb, külföldön legismertebb magyar államférfi Kossuth akadályokat, gondot, lehetetlen nem ismerő lendülete. Záró beszédében Kovács Tamás Iván belgiumi magyar nagykövet azt emelte ki, hogy az 1848-as magyar forradalom egyenjogúságon alapuló polgári államot akart. Egy olyan modern államot, ami polgárait szolgálja, amit a polgárainak felelős kormány irányít, és ahol a törvényeket a magyar országgyűlés alkotja. Kovács Tamás Iván beszédében emlékeztetett arra, hogy a magyarok számára a szabadság, az egység, az összetartozás erős érzését jelenti.
mintha az 1848-as forradalom és másfél évig tartó szabadságharc olyan szilárd morális alappal és erős karakterrel ruházta fel a nemzetet, amellyel szembe tudott nézni a 20. századi nehézségekkel és megpróbáltatásokkal, mondta a magyar nagykövet. Az ünnepségen Érdi Tamás Prima Primissima díjas vakzongora művész adott felejthetetlen koncertet. Műsorán Liszt, Bartók, Brahms, Chopin és Kodály műveiből vált.